November első napjaira a MADISZ 24. alkalommal is elviszi Marosvásárhelyre az Alternatív Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Az előzsűrizés a napokban ért véget, az egyik zsűritag Schneider Tibor rendező operatőr lesz a vendégem.
És hogyha már alternatív nemzetközi filmfesztivál, akkor ez egy alternatív televíziós beszélgetés lesz itt az árvalány hajak mögül. Schneider Tibor operatőrendező kollégámat köszöntöm a stúdióba, szervusz Tibi! Szia, sziasztok! Azért néhány szót ejtsünk erről az argentin alkotásról, amit az idén imént láttunk, mert csodaszép volt. Ennyire színvonalas a felhozatala az alternatíva? Hát mondhatni igen, az idén is 780 film 780 filmet küldtek be az alternatívba. Ez borzasztóan soknak tűnik. És azt az előzsűri meg kellett nézze szerdától vasárnapig, a múlt héten. Ez egyszerűen lehetséges? Úgy tudom, hogy valami 45 maradt versenyben. És a világ minden részéről érkezik oda a film. El szeretném mondani, hogy ez tulajdonképpen Románia legrégebbi filmfesztiválja. Tehát, hogyha hát bizony a 24. 24. Ilyen számot egy filmfesztivál előtt sem lehet látni. Igen. A TIFF előtt sem, meg a többi filmfesztivál előtt sem. De hát ilyen mennyiségű film sem érkezik. Hát ez borzasztóan sok. Ez nagyon sok film, de hát a rövid filmfesztiválokra ez jellemző, hogy már ennyi film érkezik, mert... Az Alternatív Filmfesztivál tulajdonképpen egy a Győri Médiavér Fesztiválnak a kis öccse, mondhatjuk úgy, de most már elég nagy öccse, mert 24 éves ő is. Tehát a Médiavér az 2 évvel, úgy tudom, előrébb van, ők már 26-at csinálják. De hát csak 2 évvel, ekkora számok ekkora, mellett elenyészi az a 2 év. Oda is van 1000 film érkezik egy-egy előzsűri, előzsűrire. Milyen kategóriákban lehet nevezni? Hát itt egyetlen egy megkötés van, az, hogy rövid film. Tehát ez azt jelenti, hogy... Rövid, milyen hosszúságú lehet a leghosszabb rövid film? A leghosszabb rövid film 30 perc, értem. Pont 30 perc. Uh-huh. És ezt a zsűri és a szervezők annyira komolyan vették, tehát az olyan film, ami 30 perc és 10 másodperces volt... Az már kiesett a játékból. Igen, mert akkor nem tudod, hogyha tolerálod azt a pár másodpercet, akkor a 31 perces is. Igen, azt mondja, hogy miért nem tolerálta, csak ugye a 32-es, nem, így a 30-0-0. Igen, mert az alternatív 50. filmszemléjén ugyebár akkor már kinyúlt egy órára van, is. Tehát, hogy igen. Ez tudod olyan, mikor rendelsz egy könyvespolcot, és azt mondod, hogy ez legyen 120 centis, akkor hiába csinálják 121 centire, és nagyon szép, nem fér be. Tehát itt is úgy veszik, tudod, igen. Hogy a 30 perc, az legyen 30 perc. Folytatjuk, csak közben Juditról 2 szót, látom, hogy valami csodaszép. Lilával dolgozik ismét, nagyon röviden, mert itt... Egy levendulából készült, szárított levendulából készült alap, amit dróttal kötöttem össze, és akkor ebbe kötöm a csokrot ezekből a virágokból, amiről beszéltünk, hogy levendula színű volt az esküvő témája. Hát a nyertes film alkotóját is akár lehetne ilyen díjat adni. Egy csodasz, lehetne, Juditát. Igen. Hiszen ez is művészeti alkotás. Így van, így van. Én nagyon szeretem a Judit munkásságát, úgyhogy követtem a Facebookon is, meg néhányszor betértem az üzletébe is, és hát tényleg ott a képzőművészet, s a virág találkozik, igen. Na hát térjünk vissza a filmekhez. Honnan érkeztek alkotások? Most nem hát most kérlek ez arra, pontos, hogy... nem tudom neked megmondani, de nagyon sok ország volt. Tehát ugye ilyen helyről, ez extrémebb országokat Perúból, Perútól kezdődően, Tájvánig, és Banglades, igen. És Izrael, Irán, de az idén, minden évben van egy érdekes, hogy egy ország, aki úgy ellepi filmekkel az alternatívot. Mit tudom én, ezelőtt vagy 10 évvel a finnek küldtek rengeteg filmet, de nagyon sokat, tehát mit tudom én, 120 filmet például Finnországból. Az idén 160 film, körülbelül 160 film érkezett Oroszországból. De most ez egy nagy... Minek köszönhető hát ez a jelenség? Nem tudom, hogy valahogy gondolom figyelik az interneten, és ez véletlenszerűen, vagy valami tudatos szervezési munka eredménye, ez nem tudom. Az, hogy a tavaly előtt a spanyolok sok filmet küldtek, azt ilyen filmiskolák elküldték az egész termést, amit az utóbbi 2-3 évben csináltak azokban az iskolákban, de most a Oroszországból egyéni alkotók küldtek nagyon színvonalas filmeket. Tehát nagyon sok, azt hiszem 16 orosz film lesz a versenyben végül, a 40-ből. Hát érdemes leutazni vásárhelyre és megnézni ezeket az alkotásokat. Nagyon komoly alkotások, tehát fantasztikus technikai kivitelben, nagyon jó ötlet a forgatókönyv alapja, úgyhogy tényleg nagyon jó filmek. Lesz idő egyáltalán hány napos az alternatív? 3-4 hát nap? Hát a 4 napos körülbelül, igen. És reggeltől estig filmeket lehet? Hát reggeltől estig, mert mindig hosszú bulik vannak a
fesztivál után, úgyhogy déltől kezdődik a program, és akkor az késő éjszakába szokott múlni. A helyszín az a csodálatos kultúrpalota, igen, a Vásárhelyi a... csodálatos kultúrpalota, és hát jó lenne. Igen. Jó lenne, ha, hogy mondjam, ha a közönség úgy visszaszokta, mint a 90-es évek végén a fesztiválra. Miért közben elszoktak? Hát, vagy... Igen, az emberek most már, hogy mondjam, annyi mindent kapnak a tévéből, pedig mi font olyan filmeket próbáltunk beválogatni, amilyeneket nem lehet látni a televízióban. Ami soha. Ez is, amit a háttérben megy, egy különleges alkotás. Azért is jó volt ez a példa, ez az argentin animáció, hogy így körülbelül meg szokták kérdeni, na, ott milyen filmeket vártok meg, milyeneket válogatok. Hát most megmutattuk, hogy körülbelül milyen különlegességek igen. Mennyire volt nehéz a válogatás? Hát a 700, mennyi? 820 benevezett? Vagy hát, most már nem is tudom. Azt hiszem, hogy ami végül technikailag odaért konkrétan, mert az van, hogy először benevezik a filmet, aztán feltöltik, már nagyon modernül megy ez a szelekció, tehát nem küldenek DVD-t meg VHS kazettát postán, mint az elmúlt években, hanem van egy szerver, ahol fel kell tölteni a filmet. És ezért van egy kicsi eltérés a benevezett és a konkrétan megérkezett filmek között, mert van, aki benevezte a filmet, de nem töltötte fel végül. Úgyhogy a 780 filmet néztünk meg konkrétan. Hányan? Kik hát vannak a zsűriben? 5 tagú volt az előzsűri, és ezt is úgy válogatják ki, hogy hát ilyen, hogy mondjam, van egy bukaresti előzsűri tagunk, Rádu Igazság animációs filmrendező, van egy budapesti Durs György filmproducer személyében. Vagy Durs György, igen. Akkor van egy marosvásárhelyi Marcel Cintár rendező, és van ugyancsak Marosvásárhelyről Berecki Beáta Hajnalk, aki a filmszakon végzett a Szapiencián és a Nemzeti Színháznak az alkalmazottja. És meg jó magam, tehát mi ötön. És ez a hétvégén zajlott, ugye? Most ez az a hétvégén? Hát nem éppen a hétvégén, hanem múlt szerdától egészen vasárnapig. És akkor kíváncsi vagyok, ilyenkor mi történik? Hát ilyenkor most egy kicsi műhelytitkot így beavatok, hogy szoktuk, vagyok. Úgy csináljuk, mint ahogy az X-faktort úgy képzeld el, hogy nézzük a filmet, csak akkor, ha már egy valaki megunta, azt mondja, hogy nem jó, akkor megvárjuk, még mindenki megunja, és akkor kivesszük. Értem. De ezt nagyon gyorsan el tudjuk dönteni, mert rengeteg nem odavaló filmet küldenek, ami így látszólag nagyon becsületesen jól meg van csinálva, de ilyen szappanopera kategória. És mi nem akarunk ilyeneket mutatni a fesztiválon. Tehát amiből már látjuk, hogy ez így van megcsinálva, rengeteg ilyen spanyol film, meg olasz film, meg mexikói film. Kik küldenek? Igen, tehát spanyolok, olaszok, mexikói? Azok küldenek. De ilyen nagyon korrektül megcsinált filmek, csak nem a mi fesztivál profiljunknak megfelelő. Tehát attól még jó. Vagy vannak ilyen dokumentumfilmek, ahol van ilyen narrátor, meg ilyen magyarázó bácsi, vagy néni. Azokat se szoktuk preferálni. Na, és akkor úgy, a... Tehát a másik, amit még kérdeztél, és milyen típusú filmek. Tehát egyetlen megkötés a 30 perc, de animációtól kísérleti filmekig, tehát a kísérleti filmek, amikor valamilyen nagyszerű technikai hatást mutat be az alkotó, igazából nincs története a filmnek, de a látvány olyan erős, hogy azokat is beszoktuk válogatni. Van néhány táncfilm is, szerintem most bekerült a versenyprogramba, mert nagyon színvonalas táncfilmek voltak, tehát ott csak zene és tánc van a képeken, és dokumentumfilmek, tehát ilyen nagyon komoly, megrázó témákról, mint például valaki be tudott jutni Szíriába, és készített ott egy felvételt a helyszínről, hogy hogy néz ki Aleppo, a lebombázott város. Nagyon elszomorító és megható, amit megint így a tévéhíradókban nem látsz nem ilyen látható. Filmet. Tehát lefilmeztek egy családot, aki visszament a lebombázott házát megnézni. Ez is egy nagyon érdekes film volt. Biztos nagyon megható, különleges, és láthatjuk ezt is, ugye, igen, így van, igen. Ha leutazunk Vásárhelyre. A kedvező elbírálásban részesülő filmek jegyzékét mikor kapják meg az alkotók, hát, illetve mi mikor láthatjuk, hogy tudjuk. Ezt majd a honlapra fogják kitenni a szervezők. Tehát mi igazából az előzsűri nem nagyon tudjuk, hogy melyik film kerül be, vagy melyik nem. Mindegyikünk ad egy-egy jegyet a filmre, és akkor a szervezők sorrendbe teszik ugye a filmeket, a legnagyobb jegytől a legkisebbig, és közben számolják a műsoridőt. És 10 óránál, mert 10 óra lesz a versenyprogram, ott meghúzzák a vonalat. Értem. Úgyhogy ezt most a napokban csinálják, és akkor
hamarosan majd a honlapon nyilvánosságra hozzák, hogy melyik konkrétan az a 40-valahány film, amelyik a versenyprogramban lesz. Akkor még csak kevés időnk marad, de kíváncsi vagyok, hogy például egy perui alkotónak bekerül a filmje. Volt rá példa, hogy ilyen messzi vidékről elutaztak vásárhelyre? Volt vendégünk Kínából az elmúlt években, egy kínai alkotós, a tavaly egy iráni filmnek eljött a stábja, és hát nagyon-nagyon jól érezték magukat. Nagyon furcsán is fogadták őket, mert nem tudom most így az Irán és Románia között ezek a diplomáciai dolgok hogy állnak, de a lényeg az, hogy a Magyar Kulturális Központ igazgatója kellett garantáljon az iráni alkotókért, hogy nem fognak itt politikai menedékjogot kérni, és nem ennyire komolyan vették, és akkor szinte, hogy mondjam, ilyen kísérőt kellett volna biztosítani az iráni küldöttség mellé, de persze hát ilyen nagyon lezser, vagány, filmes fickók voltak, nem volt semmilyen gond, vége ott a fesztiválnak hazamentek, de nagyon jól érezték magukat. Ez hát egy ilyen érdekes emberekkel is találkozunk, meg ilyen érdekes helyzetekkel. Tehát hajrá alternatív, november 2-a és 6-a között. 30 másodpercünk maradt, a Judit Csokrát is mutassuk meg most már. Nagyon szép lett. Igaz, gyönyörű lett, talán ez a, hát mindegyik szép, de ez azt hiszem, hogy a három ez közül az egyik, ez egy esküvői csokor. Gyönyörű. Gyönyörű. Én csak gyorsan azt kérdezem meg, hogy mi ez a fehér Nerine. Kecses. Nerine. Nerine. Hát igen, méltó arra, hogy akár egy ilyen színvonalas filmfesztivált is díszítsen. Megbeszélhetjük. Igen. Metz Judit, köszönöm szépen ezeket csodaszép alkotásokat, és Schneider Tibornak gratulálok, hogy kibírt ennyi filmet a zsűri többi tagjával köszönöm együtt szépen, végignézni, és hát ott leszünk november 2-án az alternatívon. Gyertek, nagyon jó kis lehetőség szórakozni. Köszönöm szépen.